Ez a Rádió Ér értágító című podcastje. Hallgassatok ránk bárhol, bármikor. érhangja.ro/rádió Hűha! A hűha az pedig az, hogy ugye hát 12 filmünk van, és eddig 4 filmről beszéltünk. Négyről beszéltünk eddig. Hát időben ezt rendesen le fogjuk tolni, mármint ugyetem, hogy túltoljuk talán, de nem toljuk túl, mert ezekről nem lehet kevésbé beszélni, vagy kevesebb időben. Erről beszélj még 10 percet. Beszélgessünk 10 percet arról, hogy beszélgessünk, vagy hogy beszélgetünk. Na szóval az én következő filmem az pedig nem más, mint Ridley Scott 2012-es Prometheus-a. Emiatt sokan támadhatnak is, nem csak Ridley Scottot, hanem engem is, hogyha lehet ilyen így fogalmazni, ilyen, na jó, ez ilyen ennél közelebb nem fogsz hozzájutni. Ez olyan Ryan Gosling volt. Már is egy mondatban szerepelszik Ridley Scottra. Köszönöm szépen. Egy beszéleselkedik rátok. Hát próbáltam neki tanácsokat adni, hogy akkor hogy kéne mindkent, de nem hallgatott rám. A lényeg az, hogy ugye van ez a film, hogy Prometheus 2012-ből minden hibájával együtt én nagyon szerettem egyébként, mert amúgy rengeteg hibája van, viszont pont amiatt szeretem nagyon, mert hogy része annak az univerzumnak, amelyet meg imádok, ez pedig az Alien univerzum, és hát jó, mondjuk azt, hogy akkor az első kettő plusz, jó legyen még a Fincheres harmadik rész is, azért még szerintem megállja a helyét az a, sőt jók is ebben az Alien univerzumban. A negyediket azt nem számolom oda, ugye az a Jean-Pierre Jeunet féle feltámad a halál, viszont utána jött majd ugye 12-ben a Prometheus, ami egy kicsit ki is lép ebből a sorozatból valamilyen módon, sőt, nem akármilyen módon, hiszen magát az első rész ugye még Ridley Scott rendezte a 79-es Alient, viszont ezzel tért vissza ebbe az univerzumba, ő mint rendező konkrétan, és azért mondtam, hogy rengeteg hibája van, viszont ennek ellenére nagyon-nagyon szeretem, mert hogy visszatér valamilyen módon olyan mértékben a gyökerekhez, amikor elkezdte az egész franchise-ot, amikor nem is volt még ugye franchise, hogy azokra a kérdésekre keresi és keressük szerintem vele együtt a válaszokat, amelyeket ő annak idén feltett valamilyen formában. Az pedig az lényegében, hogy honnan származunk, honnan jövünk, és hogyha nem úgy Isten által lettünk teremtve, mint mondjuk felfogások szerint, akkor pedig ott van az a space jockey, aki lehet egy ugye teremtő faj, vagy maga a tervező faj. Hát talán erre keresi a válaszokat a Prometheus valamilyen módon, és még itt sem kapjuk meg ebben teljes mértékben a válaszainkat, amelyekre vágytunk volna. Én is nagyon szeretem az Alien franchise-t, és ebbe a filmbe nagyon későn láttam, tehát ha jól emlékszem, ez 12-es film, én rá szerintem 5 évre láttam, tehát nekem valahogy úgy nagyon kimaradt a, nem tudom miért, vagy miért került el a figyelmemet. Minden esetre úgy néztem meg, hogy én nem is tudtam, hogy ez milyen film. Tehát nézhettek rám bármilyen furcsán. Hú, de irigyellek. Én tényleg úgy ültem le ezt a filmet, hogy Prometheus, sci-fi, oké. És igazából azért volt jó élmény, mivel hogy közben jöttem rá, hogy ez mi. És tényleg, amit Lóri is mondott, hogy Ridley Scott visszajött ugyebár a gyökerekhez, és kicsit hiteltelen lett volna más rendezőtől látni ezeket, mint attól, aki ezt az egész univerzumot kitalálta. Tehát hiteles volt azt látni, hogy Ridley Scott mutatja meg nekünk, hogy akkor honnan is jön ez az egész. Ezért nekem is rendben van ez a film. Nincs benne a legjobb 15 filmben, amit itt összeírogattam magamnak, de nekem rendben volt. Én is jó néhányszor láttam ezt a filmet, és nekem is nagyon tetszett. Nagyon sok dolgot kapott, hideget és meleget, inkább csak hideget kapott.
Némelyiket jogosan, meg kell, hogy mondjam, de a film élvezeti értékéből még a jogos kritikák sem vesznek el, szerintem nyugodtan mindenki megtekintheti, még akkor is, hogyha gőze sincs, vagy egyáltalán nem is érdekli az Alien univerzum. Ezt mondja valaki, aki szintén nem csak otthon van benne, hanem nagyon, nagyon szereti is. Én nem vagyok benne biztos, hogy ezt Ridley Scott úgy gondolta, hogy ő ezekkel a bizonyos nagy kérdésekkel csatlakozni akar az Alien univerzumhoz, mert ez önmagában is megállná a helyét, ez a furcsaság, és ez csak külön bukéja a filmnek, hogy hozzákapcsolódik az Alienhez. Úgyhogy ez egy önmagában is egy nagyon ambiciózus alkotás, ami a létünk gyökereit kutatja, csak az a gond, hogy nem vitte tovább. Valamennyire természetesen tovább vitte. Arra még kell ne beszéljünk. Folytatással, Covenant-tal, de nem annyira vészes, az sem, de látszik a koncepciótlanság már azon egy kicsit, érződik, hogy innen már akkor most hova menjünk, és egy topogás érezhető, főleg a vége felé, tudva azt, hogy annak a forgatókönyve és az ötlete nem ugyanazoktól a szerzőktől származik, mint a Prometheus-é. Tehát igazából az a történet addig tartott, nem lehetett tudni, hogy mi fog utána történni ebben a világban. Egy kicsit emiatt egy picit nekem is keserű a szájízom a Prometheus-szal kapcsolatban, de ez nem azt jelenti, hogy önmagában a film ne lenne, hát közel fantasztikus, tudományos, fantasztikus filmről lévén szó. Ez egy nagyon erős alkotás, és nagyon örülök, hogy a sci-fi új előre kapott ebben az elmúlt évtizedben. És a Prometheus ennek szinte, hogy a zászlósaója volt 2011-12-ben. 12-ben, igen. Mert ha már Ridley Scott is visszatér a műfajhoz, olyan óriási kihagyás után, nem is tudom, mikor csinált science fiction kapcsolódású filmet az előtt utoljára, de szerintem a Szárnyas Elvadász volt körülbelül az utolsó. Nem tudom, nem, de most nem akarok hülyeséget mondani, nem mondom. Úgyhogy ideje volt, hogy az öreg, a nagy öreg megmutassa, hogy mit tud mondani még a műfajban, még akkor is, hogy aztán a folytatások, illetve inkább úgy mondom, hogy a lehetséges folytatások azok megbuktak. Engem azért érdekelne egy trilógia lezáró is tőle, még akkor is, hogyha a történetet már igazából az internet írja, és nem a forgatókönyvíró, mert szinte úgy érzem, hogy túl nagy befolyással vannak a nézők és a nézői kritikák, amik csak részben jogosak általában a nagyobb írók munkáira, és most gondolok pont Lindelofékra, akik annyi mindent kaptak a nyakukba, mióta alkotnak. Nincs állandó alkotótársa, azért mondom így, de általában nem egyedül írja a forgatókönyveket, és itt annyit kapott a nyakába, ami teljesen érdemtelen volt szerintem. Ez egy érdekfeszítő történet. Abszolút megállt a helyét, és én megnézném, hogy folytatódik. Ósi. Én felülök erre a nagyon ritkán erre járó vonatra, ahol olyan emberek ülnek, akiknek tetszett a Prometheus. Nekem is nagyon tetszett a Prometheus. Nagyon kevesekkel találkoztam, akiknek nagyon tetszett a Prometheus. Tényleg inkább hideget kapott, mint meleget. Szerintem sem megérdemelten. Elmondanám, még most eszembe jutott erről, amikor gondolkodtam, hogy milyen filmeket hozzak, megpróbáltam trendekben gondolkodni, amik az elmúlt évtizedekben volt. Egyébként nem sikerült, de megpróbáltam. És az egyik trend, amit nagyon szerettem ebben az évtizedben, ez a filozofikus science fiction volt, aminek ilyen nagyon jó példáit tudom említeni, mint például az Arrival, vagy az Ad Astra, vagy még lehetne mondani, hál' Istennek nagyon sokat, nagyon szép filmek. Na, a Prometheus nem ilyen, ide akartam kiukadni egyébként, és én pont ezt, tehát én nagyon szeretem a filozofikus sci-fi vonulatot, azt a bizonyos költő, ilyen Terence Malick, meg tudjátok, hogy miről beszélek, igen, típusú. Igen. Én nagyon szeretem, semmi problémám nincs vele. Ugyanakkor nagyon szeretem ezt a fajta keményre főzött science fiction-t, ami a Prometheus volt. Nem gondolom, hogy bármivel több akart lenni ez a film, mint ami volt. Bevállalt egy dolgot, bevállalta azt, hogy 100%-ban a műfajfilm, nem próbált kibújni a műfajából, nem próbált többnek mutatkozni, mint ami akar lenni, és szerintem megmutatta egy mesterfogással, megmutatta azt, hogy a science fiction mint olyan, ahogy azt ismerjük az elmúlt évtizedekből, egy nagyon-nagyon jó kis műfaj, ami tökéletesen megállja a helyét, amennyiben jól van kivitelezve. És szerintem a Prometheus egy olyan science fiction, ami nagyon jól van kivitelezve. Nincs hova, most ezek a kérdések, amiket említettél, kik vagyunk,
honnan jöttünk, hova tartunk, mi az ember, mi az élet értelme, igaz? Ezek a nagy kérdések. Ezek nem csak az Alien univerzum kérdései, hanem a science fiction alapkérdései. Abszolút, abszolút. Mondhatjuk persze az egzisztencialista irodalom alapkérdései, de ezeket a kérdéseket nagyon-nagyon szépen tárgyalja a science fiction az 50-es évek óta, ugye, hogyha a sci-fi irodalomra gondolunk. Én nagyon szeretem, amikor ezek a kérdések feltevődnek, nagyon szeretem, amikor ezek a kérdések az űrben tevődnek fel, ott vannak az földön kívüliek, nézzük, hogy hú, akkor mi honnan jöttünk, most lehet, hogy ők teremtettek, vagy nem, vagy ott van ugye az android karakter, aki egy panel karakter igazából már a sci-fiben, de ezt is egyébként Ridley Scottnak köszönhetjük, hogy ő panel karakter, tehát ezt is ő találta. Most nem az, hogy Fassbender, de mondjuk az is, de nem azért. Szóval összességében én nagyon szeretem, és bármikor kiállok emellett a film mellett, bármilyen támadás ellen szívesen megvédem. Egyébként még ki akartam arra konkrétan, hogy említett egyébként az Android kategóriáját, hogy ebben a filmben például, és amit mondtál te is, hogy valamilyen módon azért Ridley Scott a megteremtője ennek az Android fajnak, vagy kategóriának. Ilyen ugye módon, már ilyen módon igen. Ugye már az első ilyenben is ott volt Ash, ugye, aki Android volt, és a legénység ellen fordult ugye a film során. Ugye itt ebben a Prometheusben pedig ott találkozunk ugye Michael Fassbenderrel, aki alakítja David karakterét, az androidot, aki egy olyan karakter, és ezt azért mondom, hogy ki akartam mindenféleképpen emelni, hogy lényegében az unoka a nagyapját keresi. Ezt olyan értelemben kell felfogni vagy értelmezni, hogy ugye ott van a tervezőfaj, a Space Jockey faja, amelyik valószínűsíthetően a film alapján ugye az emberi fajnak is a teremtője vagy tervezője volt, ahogyan legalábbis lejön számunkra ez az információ, amennyire lejön. Ugye az emberi faj képviselője ebben a kontextusban ugye ott van akkor Wayland, aki öregen elmegy, és hát halhatatlanságot kér a tervezőtől. És ott van ugye David, akit Wayland teremtett, úgymond, tehát így az unoka karaktere lép fel ilyen szempontból számunkra. Viszont ugye David nek a személyisége pedig, azt látjuk, hogy ugye, hogy a filmben legalábbis kitűnik, hogy ugye ő éveken keresztül egyedül van valamilyen formában, hiszen egy olyan űrhajón utaznak, majd bocsánat, később ez kiderül, majd egy más, na mindegy, a lényeg, bocsánat, kicsit kevertem most a izével, a Covenant-tel hülye vagyok, meg a kettőt kevertem egy picit, mindegy. De ilyen van a Prometheusban is. De a lényeg az, hogy mindkét utazáson belül is az androidok, azok sok ideig egyedül vannak. Mivel nincs szükségük hiperállomra. Így van. Ezáltal tanulnak folyamatosan, illetve egy olyan mesterséges intelligenciáról beszélünk, amelyik önfejlesztő lényegében. Tehát bármennyire is nem képes érzelmekre, úgy tűnik számunkra idővel, hogy azért mégiscsak valamilyen fajta érzelmek, vagy valamilyen fajta empatikus képességek kialakulnak ebben az android fajtában, amelyek aztán igazából az ember ellen fordulnak. Lásd, ugye Ash mondjuk parancsai tekintve fordul az emberekkel az Alien 1-ben. Itt viszont már egy kicsit másabb a Davidnek a felépítése, mint karakternek a felépítése, tehát másképp viszont az emberi léthez. Emberi akar válni? Vágyik az emberi létre, ahhoz, hogy érezhesse, legyen lelke? Például. Ez egy újabb síkja ennek az univerzumnak szerintem. Hát, hogyha már az android karakterről beszélünk, egyébként Data-t is muszáj említenünk a Star Trekben. Így van, nem lehetünk, van. Nem lehetünk tiszteletlenek. Azért nagyon, nagyon jó szerintem, és azért működik annyira jól az android karakter a sci-fiben, ebben a típusú keményre főzött sci-fiben, én így mondom. Tehát ami sallangtól mentes, így értem, meg a műfajon belül maradó science fiction. Mert mi lehet alkalmasabb arra, hogy feltegyük a kérdést, hogy mi az ember? Igaz? Ez alapszifi kérdés. Mi az ember? Mitől vagyunk emberek? Mi különbözteti meg az embert a nem embertől? Ez már Asimovnál is megvan, ugye, a robotika persze. Törvény. És ugye az android nem ember. Tehát a kiinduló pontunk az, hogy az android az úgy néz ki, mint egy ember, de ő nem ember. Viszont fel tudja tenni azokat az égető kérdéseket, hogy mégis mit tesz minket emberré. Miért háborítja fel
következőket, és akkor ezzel lezárom lényegében a dolgot. Kivágott, hogy ebben bennem van a kérdésedre válasz. Kérem. Miért háborítja fel az alkotót? A kérdés. Ez a kivágott jelenetben benne van, ott egy kicsit hosszabb a veszekedés. Igen, az a rendezői verzió van benne, vagy extra. Nem tudom, miért volt kivágva. De hülyeség volt kivágni, mindegy. Igen. Ezért szerintem ismeri, aki látta a filmet, az azért lehet, hogy tudja ezt. Tehát az a kérdés, amikor találkozik ugye Wayland David és a tervező, akkor ugye megkéri Wayland Davidet, hogy fordítson közöttük, és igazából Wayland azt mondja, vagy azt fordítatja le Daviddel, hogy én innen jöttem, ember vagyok, és tőled pedig hatalmasságot kérek. Nagyjából most ez örökké ilyen... akar élni. Itt van ez az ember, és örökké akar élni, valami ilyesmi. És igazából ezen pörög be a tervező, és miért akarsz örökké élni? Ki vagy te? Nagyjából. De most ezt nem szóról-szóra kell, de hogy ez a lényeg benne. Tehát, hogy igazából maga Wayland is lenézi Davidet, a tervező lenézi Waylandet, tehát megvan megint az a hierarchia a teremtés fokozataiban, ami oda-vissza működik. Illetve pontosabban oda-vissza működik fajta interakció Davidtől Waylandra át a tervezőig, és visszafelé is megvan az. Hát olyan kapcsolat van közöttük ilyen szempontból, a teremtés tekintve, ami egyszerűen ott önmagáért beszél, szóval nem tudom. Tehát, hogy ki kell nyírni, miért van felháborodva, az csak egy hangyolt számomra például. érhangja.ro/rádió Oké, David pedig az egész felett áll, én úgy érzem. Mivel ő az életből úgy értem, hogy kimaradt. Ő úgy érzi, felett áll. Ő mindenki felett áll, mert neki nem adatott meg az élet, ezért kutatja magát az életet mindenféle előítélet nélkül. Ettől igazán kegyetlen az ő figurája. És benne van a lehetőség arra, hogy nagyon kegyetlenné váljon, még kegyetlenebbé, mert semmiféle morális gát. Ami majd el is fog következni. De, igen. Nem, mert most elkezdenék megint, és akkor megint tovább megyünk, és nem majd mikrofonok. Bizsó, akkor a következő filmedet légy szíves. Jó, akkor időrendben a következő filmem az egy 2012-es film, a Nehéz a dolga a limuzinoknak című francia alkotás. Igazából a cím az, hogy Holy Motors, és az igaz, hogy... Láttátok? Sajnos nem. Egyiküknek sem. Na, hát akkor itt a spoiler veszély. Én elmegyek addig WC-re. Kábít valaki? Én kérek, köszi. Ez a film, ez egy nagyon jó kis francia filmecske 2012-ből, egy neves francia rendezőnek, biztosan nem fogom jól mondani a nevét, Leos Carax-nak a filme, aki már a 80-as évek legeleje óta alkot, eléggé népszerűek a filmjei, főleg művészfilmes körökben, ezt nem kell úgy érteni, hogy nagyon is obskurus alkotások lennének, inkább csak a fősodortól teljesen különálló filmekről van szó, de például több filmjében is főbb szerepet játszott Juliette Binoche, aki azért egy A-vonalbeli színésznő, úgyhogy ez a film sem egy underground alkotás, semmiképpen nem lehet ezt rásütni, de ettől még ez egy művészfilm és egy erőteljes szerzői film. Kicsit egy életmű összegzőnek is lehet tekinteni. Mondom ezt annak ellenére, hogy nem vagyok tisztában a rendező munkásságával teljes mértékben, ha jól számolom, 2, de lehet, hogy 3 filmet láttam tőle, de túl rég láttam őket, még nem tudtam értékelni. Most így a Holy Motors után pár évvel úgy érzem itt az ideje, hogy a többi filmet is újra nézem, mert lehet, hogy erősebbnek tekinteni. Lehet egy kérdésem? Igen. Miért gondoltad azt, hogy mondjuk beteszed ebbe a 3-as fogadba? Igen, ezt én is meg akartam. Most az a helyzet, hogy... motiváció. Igen, ezt szerettem volna még talán az elején elmondani, úgy tűnik, hogy nem sikerült, vagy elfelejtettem valószínűleg. Én nem olyan filmeket hoztam, amik szerintem a legjobb 3 film ebből az évtizedből, hanem igazán nagy hatást gyakoroltak. Szerintem mindegyik önk olyat hozott. És most jön az és nagyon szeretném, hogyha mások is megismernék, mert majdnem biztos vagyok benne, hogy nem a legnépszerűbb filmekről szerintem van szó. Szerintem mindjárt így vagyunk vele. Továbbra jó. Is ezt tudom mondani. Na. Hát annyit mondok, hogy a Drive az év, annak az évnek, amikor megjelent, a legnagyobb független filmes sikere volt, és milliós eladások voltak a filmzenealbumból, szóval nem hiszem, hogy a legobskurusabb lenne. A Prometheust 20-valány éve várták,
Úgyhogy nem... Sokan leszarták. Oké, a Whiplash Oscar-díjat kapott. Szóval nem, ezek a filmek talán nem, nincsenek annyira a fű alatt. És megpróbáltam egyen lejjebb menni, de nem annyira lejjebb, mert ezekben a filmekben is nagy színészek vannak. Ebben a filmben például feltűnik Eva Mendez, egy elég jelentős, bár aprócska is, hát igen, érdekes szerepben. Vagy ott van Kylie Minogue, aki énekel is egy nagyon szép dalt. Szóval ezt sem mondhatom, hogy egy nagyon fű alatti film lenne, de biztosan kevesen hallottak róla, már pedig nagyon érdekes film is, ez is a művészetről értekezik, ahogy meglepő módon sok általunk hozott film, talán mind a hárman hoztunk olyat, ahol a művészet központi szerepet és az alkotás központi szerepet tölt be. Ez a film konkrétan inkább a színészetről szól. Mert jó fejek vagyunk azért. Igen, úgy tűnik. És a színészetről egy olyan módon értekezik, amilyet én még ahogy én még soha nem láttam. A metanarratíva az itt lángol, egészen más, hogy közelít hozzá ez a francia rendező, mint amerikai társai. Értem ezzel azt, hogy nem egy olyan alsó réteget ad a filmjének, amire könnyű felülni, hanem az egész filmje egy metafora, és semmi nem konkrét benne, és ez azt eredményező, hogy igazából minden igaz, ami megtörténik a filmben, mert nem történik meg valójában semmi, mert maga a főszereplő, aki 14 karaktert játszik. Monsieur Oscar-nak hívják, 14 karakteren végig száguld a filmben, persze ez a 14, ez nem biztos, hogy így van, mert csak azt látjuk, hogy beül egy limuzinba, ahol felkészül a következő szerepre. De ő nem színpadi szerepekre, illetve nem csak színpadi szerepekre készül fel, hanem az élet szerepeire. Látjuk konkrétan filmforgatáson is, vagy valami hasonló dolgon, de látjuk úgy is, hogy tényleg nem szeretnék spoilerezni. Ez a film túl érdekes ahhoz, hogy elvegyem a kedvét az embereknek, mert azáltal, hogy meg szeretném hozni a kedvet, simán el is vehetem. Mert mitől érdekes az a film, ahol a főszereplőt úgy látjuk, hogy egy limuzin hátsó ülésén addig sminkeli magát, míg egy abszolút hihető csövessé válik, aztán kiül egy hídra, és azon a hídon reggeltől estig koldul, majd visszaszáll a limuzinba, és felkészül a következő szerepre. Ez így érdekes, de talán ennél egy kicsit több van ebben a filmben. A közepén pedig található egy fantasztikus zenei betét, ahol profi zenészek, de korántsem színészek adnak elő egy dalt, teljesen váratlan, mivel zene, ezért merem ezt elmondani, így is úgyis meglepő lesz, mert a semmiből jön, és egy igen népszerű darab lett azóta ebből a dalból, amúgy sok helyen volt már felhasználva, majd talán megmutatom nektek, tényleg igen, de reméljük nagyon, a dalt nagyon is jó, nagyon jó. Nem, nincs benne ének, úgyhogy egy kicsit máshogy. És a főszereplő pedig szinte állandó társa a rendezőnek, egy bizonyos Denis Lavant nevezetű figura, aki például egy olyan szerepet is alakít ebben a, hát nem mondható igazából ilyen antológia összeállításnak a film, mert van központi története, mert összeköt mindent ez a bizonyos figura, aki a szerepeket alakítja. Szóval egy olyan figurát is alakít, aki már a rendező egyik korábbi antológiai filmjében, a Tokió című filmben, ahol neves francia, de nem csak francia rendezők álltak össze különböző filmecskéket összerakni, a közös pont pedig semmi más nem volt, csak Tokió városa. Most ebben már alakította ugyanezt a figurát, amit kiemeltek, és az egyik legfurcsább ilyen posztmodern, hogy is mondjam, minek is nevezzem, kreatúrának hívják a filmen. Ez egy csatornákban élő, furcsa zöld öltönyt viselő, nagyon érdekes arcszőrzettel rendelkező figura, aki virágokat eszik, és nőket rabol el, és furcsa el őket a csatornába, és ott furcsa dolgokat művel velük, de még véletlenül se azt, amire az ember számítana. Úgyhogy az ember szeretne. És ez csak a filmnek egy icipici töredéke, nagyon-nagyon sok mindenről szól még. Az utolsó 3-4 perc pedig az, amit egyfolytában mindig megkapott, hogy mindent lehet érteni, igazából semmit
nem értenek azok, akik azt mondják, hogy mindent lehet érteni, én is köztük vagyok, ezért mondom ezt így, én mindent tudok érezni, érteni elég keveset lehet a filmből, de az érzés nagyon jól átadja, bár ami a művészet és a, főleg a színészet sokszínűségét és, a, és az életre nem gyakorolt hatását jelenti, mindegy. Lényeg az, hogy az utolsó 3 perc az nagyon sok kérdést vet fel, mert hirtelen úgy tűnik, mintha összegződne valami a filmes univerzumban, ebben a filmen belül, de ez szerintem ez egy óriási poén csak a végén. Együtt tudok mondani, hogyha sok kérdés volna, akkor ez ennyi. Én többször találkoztam ezzel a filmmel. Nem volt... Befejezem én, ne vágj szavamba. Tehát, nem láttam a filmet. Nem baj, nem láttam, jó, hogy hallottál de, róla. Bár de többször olvastam róla fórumokon, összeállításokon, stb. De már nagyon rég, és engem nagyon meglepett, hogy így bekerült így. Bár tudtam, hogy tőled lehet számítani ilyen különleges dolgokra, tehát igazából nem lepődtem meg, csak pont a Holly Motors-t így, így bele. Na mindegy, és akkor azóta így utána olvastam ismét, és... Az az illető is, akinek a kritikáját elolvastam, annyit mondott úgy röviden, amit most te felvázoltál itt az elmúlt pár percben, hogy tulajdonképpen nem feltétlenül a mondani valóját kell megkeresni ennek a filmnek, hanem egyszerűen azt az élményt, amit oda becsomagoltak neked, azt úgy jó átérezni. A mondani valóját is ugyanúgy meg lehet. Inkább az, hogy nem kell minden a magyarázatot találni. Inkább ez az, ami ahol a kutya el van hangolva. Érhangja.ro/rádió. Ez az az eset, amikor el tudom fogadni azt, amikor valaki azt mondja, hogy én amikor filmet nézek és bemegyek a moziba, akkor én nem akarok gondolkodni. Most rád reflektálok, mert ezt te mondtad nem olyan rég. Engem a hideg ráz egyébként a tőle hozzáállástól, tettem be, nem akarsz gondolkodni, aludjál, vagy rúgjál be, vagy valami. Tehát, hogy, viszont pont egy ilyen Holly Motors, vagy ehhez hasonló, hát nem tudom, nincs nagyon ehhez hasonló film a világon. Szóval egy Holly Motorsnál tényleg szerintem az egyetlen üdvözítő megoldás az ez. Beülsz, kinyitod a szemed, kinyitod a füled, és úgy, mert hogyha túl gondolod, akkor az nem fog működni. Bizsóval tegnap este azt mondta, amikor készültünk erre a műsorra, hogy még egyszer tőle valaki megkérdezi, mi van a limuzinokkal, ő üt, vagy valami, nem tudom. Hát Bizsó, biztos, hogy én voltam az első az életében, aki megkérdezte, hogy jó, de mi a franc van azokkal a hülye limuzinokkal, mert megbolondulok. Nem tudom, nem értem, de azt hiszem, hogy megtanultam azóta elfogadni, nem biztos, hogy mindent kell érteni. Tehát amikor egy film ennyire zsigerileg a művészetről szól, és tényleg a művészeti alkotásról szól, akkor azért nagyon jót tesz egy picit félretenni a racionalitást, mert különben egész egyszerűen nem fog működni. Igazából, hogy csak folyni kell, hagyjuk a dolgokat, nem? Valahol ez benne van a pakliban. Hát mint a művészet, mint az alkotás maga, nem? Tehát ez egy másik helyről jön, az nem innen az agyi szintről jön, ha onnan jön az... Festményelés, van ott a 2 pötty, meg 3 vonal, azt mondjam, hogy zseniális. Valami ilyesmire gondolok, igen. És amúgy én jövök. És most és az a nagyon jó, hogy most én jövök, nem azért, mert rettenten szeretek beszélni, hanem azért, mert egy olyan filmet akarok most hozni, ami nagyon oda kapcsolódik egyébként a Holly Motorshoz. Én a Mother vagy Anyám ra volt fordítva ez a cím. Anyám, a igen, című igen. Filmet hoztam 2017-ből. Ezt is sikerült lefordítani azért. Ez egy nagyon jó fordítás egyébként. Igen. Nekem jobb ötletem erre a dologra abszolút nincs, tényleg. Azért hoztam ezt a filmet, nehéz egy picit megmagyarázni, miért hoztam ezt a filmet, de meg tudom magyarázni. Amíg keresed a szavaidat, elmondom, hogy nekem is itt van a hajós számom. Bővített listádon? Igen, igen. Ah. És sokat hezitáltam rajta, hogy legyen-e benne. Csak nagyon furcsa volt, hogy a következő 2 filmem is ugyanabból az évből van, és ez is 2017-es. Értem. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy a 3-ból akkor ez maradjon ki. Nem baj, megegyezhettünk volna egyébként, ha nagyon akartad volna. De, akkor ez így szerintem tökéletesen jól alakul. Nekem Darren Aronofsky az egyik kedvenc rendezőm. Én majdnem minden filmjét szeretem, de nem kicsit, hanem nagyon, borzasztóan. Egyetlen egy kivétellel a Noé-t én nem szerettem. Ebben az évtizedben Aronofskynak 3 filmje volt. Az első az évtizedből, az 2010-ből volt a Fekete Hattya, amit szintén nagyon-nagyon szerettem, csak annyira korán van az évtizedben, hogy gondoltam, nézzünk még azért körül, hogy mit csinált még Aronofsky az évtized alatt, de sokszor mondtam azt, hogy évtized, mindegy. Utána évtized, ugye volt a Noé, szintén ugyanebben
ebben az évtizedben, de az évtized egyik legunalmasabb filmje volt a számomra, úgyhogy ezt inkább hagytuk. Hogy? Az utóbbi évtizedben? Ebben az évtizedben, amely a jövőre fog majd, és akkor kezdik a következő évtized, mikor majd ez véget ért. És a harmadik, és mindeddig az utolsó, ugye? Nem rendezett azóta Aronofsky, ugye? Tudtam, már nem. Nem hagyják? Az évtizedben már nem. Az a Mother volt 2017-ben, ezt már szintén mondtam, de hát az évtizednek egy nagyon jó éve volt szerintem 2017. És miért szeretem én ezt a filmet? Azért szeretem ezt a filmet, amiért Aronofskyt is nagyon szeretem egyébként, mert én nagyon szeretem Aronofskynak azokat a filmét, amik szélsőségesen megosztóak. Neki nagyon sok filmje szélsőségesen megosztó. Én általában ezeknek a megosztásoknak a pozitív oldalán szoktam állni. Egyedül a Noé a kivétele, ahogy mondtam, az is nagyon megosztó, azt is nagyon sokan utálják, itt nem vagyok én sem abban a táborban, akik szeretik, de egyébként nézzétek meg, hogy a legtöbb filmje, és nagyon szeretem, a legtöbb filmje tényleg olyan, hogy... Most a Noé a Russell Crowe-s Noé-ra gondolsz. Igen. Hogy mind a kritikusok, mind a nézők körében szélsőségesen szeresd vagy utáld. A Mother-nek olyan kritikái is vannak, amik azt írják, hogy a rendező életművének a csúcsáról van szó, és soha ennél jobbat nem fog csinálni. És olyan kritikái is vannak, amik azt írják, konkrétan idézek egy kritikát, aki azt írja, hogy csak azért nem írom, hogy az év legrosszabb filmje, mert szerintem ez az év század legrosszabb filmje. Ilyen szinten megosztó a Mother, és egyébként ilyen szinten megosztó volt a Fountain is, és ilyen szinten megosztó ennek a rendezőnek a legtöbb filmje. Ez a rendező nagyon-nagyon bátor, ezekben a filmekben, és ő azért szeretem különösen, mert meri bevállalni, hogy ő azt szeretné elmondani, amit szeretne elmondani. Tetszik, vagy nem tetszik. A Mother-t azt moziban néztük meg, és hát külön élmény egyébként ezt a filmet moziban megnézni, tehát megnéztem volna másodjára háttal a vászonnak és szemben a nézőkkel, mert maguk a nézői reakciók is megértek volna még egy filmet. Tehát ez a bizonyos szélsőséges megosztás, ez szélsőségesen manifesztálódott a moziteremben. Nehéz, mert a moziba járó, a pláza moziba járó, sajnos Váradon nincs más, ugye csak pláza mozi. A pláza moziba járó közönség nagy része alapvetően nincs megszoktatva az olyan filmekkel, amelyek gyakorlatilag nem arról szólnak, mint amit a vásznon látsz. Ebben a filmben a vásznon azt látod, hogy van egy terhes anyuka, egy férfi, aki költő, ők laknak egy házban, a semmi közepén, és a házba elkezdenek beköltözni az emberek, és elszabadul a pokol. Ebben a filmben nincs se anya, se férfi, se ház, se gyermek. Szó sincs ilyesmiről. Egyébként olyan kritikákat is olvastam, amik azt írták, hogy azt nem szerették ebben a filmben, hogy túlságosan nyilvánvaló az allegória. Szerintem ez egy nagyon sznob hozzáállás egyébként. Egy olyan igazi kritikusi hozzáállás, egyáltalán nem nyilvánvaló az allegória. Az nyilvánvaló, hogy allegorikus. Legalábbis annak nyilvánvaló, aki hajlandó egy picit úgy bocsideg gondolkodni, mikor Látod, Peti, hogy mégiscsak szerezte gondolkodni, mikor filmet nézel? De nem, akkor félreértettetek. Utólag gondolkodik. Nem, félreértettetek. Azt mondtam, hogy van egy ilyen elképzelésem, hogy leszeretnék ülni és kikapcsolni a fejem, míg nézem a tévét vagy a kijelzőt, de amúgy imádok gondolkodni rajtuk. Amúgy engem szétfrusztrál ez a gondolat, amit most felvázoltál. Én is újra néztem, azt hiszem harmadjára néztem meg ezt a filmet, amiről most beszélünk egy hete, és végig frusztrált az a gondolat, hogy tényleg ennyire szájbarágós, tehát mindenki vágja ezt a dolgot, vagy ez csak azok mondják, akiknek evidens, hogy miről szól ez a film. De nem tudom, egyébként én hoztam a filmet, tehát mondjuk lehet, hogy ildomos lenne elmondjam, hogy szerintem miről szól, de igazából előttem sem teljesen evidens. Én pont azt szeretem benne nagyon, mint Aronofskynak a sok filmjében, nagyon sokféleképpen magyarázható. És a sokféle magyarázata ennek az, mert az, hogy allegória, az biztos, hogy minek az allegóriája, ezen azért nagyon sokat vitatkoznak, és az a nagyon jó benne, hogy a legtöbb elmélet az megállja a helyét. Aronofskyban pontosan ez a zseniális, hogy több síkon tud működni. Egyszerre működnek az értelmezési sikok, és külön-külön is működnek az értelmezési sikok, hogy csak néhányat említsek. A férfi-női viszonyok, ugye?
a nő, aki általában kultúrtörténetileg a természet és a természeti alkotásnak az allegóriája, a férfi pedig a szellemi alkotásnak, tehát ő az emberi alkotó erő, a nő pedig ebben az emberi alkotó erőben valóban inkább csak a múzsa szerepét tölti be, viszont benne él csak, ez a... Csak azt is. Ebben igen, tehát a férfiúi szellemi alkotóerőben a múzsa szerepét tölti be, ugyanakkor az ő alkotóerő pedig egy természetből eredő alkotóerő. Ez az egyik értelmezése. A másik értelmezése lehet az is, ez mondjuk lehet eléggé nyilvánvaló, ugye mother nature, ugye az anya természetnek lehet egy allegóriája, ezt alátámaszthatja az is, hogy több plakáton is úgy ábrázolták a szereplőket, főleg a főszereplő nőt, hogy egy ilyen dzsungelszerű, ilyen virágmotívumok vannak a feje körül, tehát valóban egy ilyen természetanyaként jelenik meg. Jó csaj, szerintem Jennifer Lawrence. És a harmadik, bocsánat, hogy így ezen túl siklok, ez egy nagyon fontos eleme az allegória értelmezésének, igen. És a harmadik pedig, ami hozzám nagyon közel áll, az ez, amiről Bizsó is beszélt az előbb a Holy Motors kapcsán, és ezért mondtam, hogy szerintem nagyon szépen összekapcsolódik a két film. Ez a művészetnek és az alkotásnak az elemzése, mint olyan. Tehát mi az alkotás, honnan jön az alkotás, milyen az értékes alkotás, mi az értéke az alkotásnak valójában, és mi az, amit megteszünk érte, mik azok az áldozatok, amiket meghozunk érte. Tehát kétféle alkotás jelenik meg a filmben. Ez, amit mondtunk, a férfiúi, ugye a költő, de őt az ambíciója elviszi olyan helyre, ahova már nem kellene elvigye, és mindeközben a természeti alkotóerő, a nő, aki igazából nem szeretne semmit, csak amit a természet diktál neki, tehát a gyermekét megszülnie, és ezzel fenntartania ugye az emberi fajt, az életet. De igazából találkozunk egy válsággal is benne, egy írói válsággal, nem? Tehát, hogy jó, hogy egy kicsit archaikus az, hogy pennával ír a költő, hogy pennával próbál legalábbis írni, tehát van benne egy fajta hát válság, ami akkor hogyan jön be a képbe, tehát hogy amit mondtál, tehát a folyamat. Itt vonnék egy furika párhuzamon, de esküszöm, hogy meg tudom védeni. Nekem az ember tragédiája jutott eszembe akkor, amikor megpróbáltam értelmezni ezt a filmet, mert lehet, hogy hiba Aronofsky filmjeit megint csak racionálisan próbálni értelmezni, de én szeretek azért ezzel eljátszani, mert általában így is működnek. Általában a legjobban úgy működnek, hogyha inkább megérzed, mint megérted őket, de az a szép előpont... A forrással. Ami szintén ugyanígy, inkább előbb kell érezni, és csak utána érteni, de pont ez a zseniális benne, hogyha értelmezni akarod racionálisan, az is működik. Tök jól működik szifiként és egyébként a forrás. Én sem szeretem annak tekinteni, de mégis, tehát benne van ez a zsenialitás. Szóval miért az ember tragédiájával? Hogyha emlékeztek az ember tragédiájának a végén, tulajdonképpen mi az, ami Ádámot végleg legyőzi, ami a végső diadalt aratja fölötte, tulajdonképpen az életnek az örök, legyőzhetetlen mi volta. Hogyha emlékeztek erre a rövid idézetre, a végén Éva mondja neki, hogy anyának érzem, ó Ádám magam, és ez az a pillanat, amikor Ádám, aki végig csinálta az összes szint, és már azt hitte egy csomószor megtalált az élet értelmét, aztán elvesztettem el, nem tudom mi, és a végén azt mondta, hogy tudjátok mit, én ebből kiszállok, vagy valami ilyesmi, de ebben a pillanatban az élet, amivel ő már nem tudja felvenni a versenyt, leborol előtte, és meghunyászkodik az élet legyőzhetetlensége előtt. Tehát tulajdonképpen elismeri azt, hogy ő nem tud Isten ellen harcolni. Na most ebben a filmben ennek pont az ellenkezője történik. Tehát ez azért van megcsavarva ez a gondolat benne, mert itt az Ádám karakter, ugye a költő karakter pontosan fordítva reagál, tehát ő nem... Oké, na beszéljünk! Szerintem egyértelmű. Most Ádám Ed Harris, nem Javier Bardem. Igen, szerintem is elég egyértelmű. Michelle Pfeiffer pedig egy Éva. Démon. Nem, egy démon. Nem. De még mindig áll, amit elkezdtél mondani, csak egyszerűen ott van a szerep tévesztés. Tehát egész odáig, hogy most azt mondtad, hogy Ádám a Javier addig minden stimmel, de itt egy picit így nem értünk veled egyet, ha jól látom többen nem is. Ez nem egyet, nem értés, ez a jó. Igen, tehát egyértelmű az, amit addig mondtál, hogy
hívják a nőcét? Jennifer... Lawrence. Igen, egyik az anya természet, ez kézenfekvő, a Javier Bardem pedig az Isten, az Atya Úristen, illetve ugye akik ott először feltűnnek a férfi, az Ádám. Ed Harris és Michelle Pfeiffer. Így van, utána jön a gyilkosság, az első, ugyebár a két fiú, az egyik megöli a másikat a Skyn és Abel, és aztán jönnek az emberek, és akkor van ott egy törés, nem tudom, hogy megvan-e, mikor ülnek a mosogatón, ami nincs felszerelve. Akkor elkezd dömleni a víz, és kiürül a ház, az ugyebár az előbb említett Noé és történet, és aztán kezdenek visszajönni. Szóval egy az egybe. Allegória? Tökéletesen. Igen, de szerintem rendkívül jó humorral. De sajnálom, a moziban is nagyon fura volt számomra, hogy ott ültem, és három olyan jelenetnél rögtem halálra magamat, ahol mások mentek ki a moziból. Éreztem, melyik hogy... az? Most így, most csak kíváncsiság volt. Hát például ez a vízvezetékszerelős jelenet, ez nagyon-nagyon-nagyon viccesnek tűnt nekem, illetve akkor, amikor megláttam, hogy Ed Harris tényleg Ádámot játsza, mert nagyon véres oldalra szaladt ki a fürdőszobából, akkor nagyon nagyot nevettem, miközben nézték az emberek, hogy ennek tényleg így ezt hagyjuk inkább, és ott a vége fele, igen, mindenki tudja, hogy mit fogok mondani, annál a bizonyos nagyon-nagyon brutális jelenetnél, ami számomra tehát az egy igazi hogy is mondjam, ilyen választó, ízválasztó, amikor látsz valami ilyesmit a vásznon, akkor el kell döntsd, hogy te most konkrétan a maga valóságában értelmezed, vagy ez már tényleg valahol egészen máshol van. És nekem egyértelmű volt, hogy ez egészen máshol van, és ezért nevettem, mert láttam, hogy ezt bemeri valaki vállalni. Visszarettentő volt, számomra is szörnyű volt, amit láttam, de ez egyszerűen zseniális, hogy ezt valaki belemeri tenni a filmjébe. Hát ezt a filmet a maga valóságában nem lehet értelmezni, ennek semmi értelme nincs, tehát hogyha tényleg csak azt tekinted, amit a vásznon látsz, akkor ez egy borzasztóan rossz film, tehát tényleg, csak éppen nem... Tehát azért, nem... Azért abban... Monty Python filmek sem borzasztóan rosszak, és nekem leginkább ők jutottak eszembe a film megtekintése közben, annak ellenére, hogy nem így indul a film, de ahogy csúszunk bele az abszurdba, úgy látjuk, hogy voltak éppen miről is van itt szó, és onnantól kezdve egyértelmű, és csak abszurd helyzetek adják egymásnak a kilincset. Igazából szerintem az egész filmnek a marketingje indult rosszul, ha jól... Teljesen egyetértek. Nagyon horror filmnek reklámozták be, és sokan tényleg úgy ültek be a moziba, hogy fú, ha hallottak is Aronofsky-ról azelőtt, akkor így azért, hogy hű, horror filmet rendezett, aki meg nem, az meg végképp csalódottan állhatott fel, és ment ki a moziból. Nekem szintén azért szeretem ezt a filmet, mert van egy olyan rész, egy nem tudnám időben megmondani, mert mind a három alkalommal, amikor láttam, teljesen kiestem az időből. Tehát totálisan nem éreztem azt, hogy most itt telnek a percek. Effektív, akkora pörgés zajlik, tehát így pár perc alatt annyi minden történik egy házban, ami ugye, ahogy Orsi elmondta, nem egy ház tulajdonképpen, de nekünk... De lehet, hogy ez egy ház. De lehet, hogy ez egy ház, igen. Ti tehettek róla, rossz hatásra vagytok. És zseniális az érzelmi kibontakozás, tehát hogy az, amit magamban érzek, vagy nem tudom, hogy ti hogy éreztétek, de mind a három alkalommal azt éreztem, hogy ilyen nincs, ilyet még nem láttam, és én például azért szeretek filmet nézni, akármilyen is az, hogy valami újat lássak a képernyőn, és itt azt hiszem, hogy nem 100, hanem legalább 1000%-ban megkaptam. Ez nekem teljesen jó végszónak is, szóval mehetünk tovább részemre. érhangja.ro/rádió Hát akkor azt hiszem, hogy én következem. Mint ahogy már az első filmennél elmondtam, hogy sikerült három olyan lélekre, illetve ilyen, nem is tudom, legbelsőre ható filmet kiválasszak. A második filmem is... Mindannyian. Igen, bocsánat, igen, 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 igen.
Nem igazából, csak magamon lepődtem meg, tehát azt hiszem, hogy így belefér valami lazább, de nem fér bele. Ez is egy 2017-es film, és ahogy az előbb mondtam, nálam is a Mother be kellett volna kerüljön a háromba, de végül jól alakult ez így. Én a kísértett történetet, a Ghost Story-t választottam, ami szintén abba a kategóriába került, így utólag, hogy mindenki nagy érdeklődéssel ült be a moziba megnézni ezt a filmet, mert hogy ha már szellem van, és ugye ha jól emlékszem, Bizsó említette, hogy a horrornak egy új reneszánszát éljük, és mindenki azt várta, hogy na most akkor egy jó kis horror történet, illetve egy jó kis szellemes történetet látunk. Hát egy elég szellemes történet kerekedik ki a filmből. Nem tudom, hogy ti láttátok-e, de majd mindjárt elmondjátok. Egy tökéletesen banálisan egyszerű történet, és minden tökéletesen banális a filmben. A szellemnek a feltűnése is a legelső dolgokat idézi. Tehát igazából a történetről annyit, hogy van két főszereplőnk, aki aztán szintén már csak egy lesz, mint a korábbi filmemben. Van egy férfi meg egy nő, aki egy házban lakik. A férfi a film első negyedében meghal, és az ő szelleme egy ilyen tényleg banális módon tűnik fel, és szerepel a film további részében, szintén elejét, vagyis onnantól kezdve végig, egy lepedő jelenik meg, kis szemekkel, és ő úgy mozog. Térben, időben, de erre majd mindjárt majd még külön kitérek. Ezután már csak azt tudjuk figyelemmel követni, konkrétan 8 percig, amíg az özvegye egy pitét eszik, amit sokan kiemelnek ebbe a filmből, és nagyon jellemző rá, hogy ilyen nagyon kimerevített snittek vannak benne. Többek között az, hogy a Rooney Mara által megformált feleség elkeseredettségében leül a konyha közepén, és egy pitét eszik folyamatosan 8 percen keresztül. Ez egy román film? Román filmekre jellemző, főleg ez a hosszan kitartott tevésenet. Nem, ez egy amerikai film, egy kanadai fiatalember rendezte, amúgy ezt elfelejtettem elmondani, de talán ez most még annyira nem fontos. Na és akkor történik a filmben egy éles váltás, és aztán tényleg az özvegy is eltűnik, mert tulajdonképpen egy ideig azt látjuk, ahogy a kísértet, a férnek a kísértete végigköveti a hölgynek a további életét, illetve a kapcsolatkeresését, és utána már csak a kísértetet látjuk, aki térben és időben mozog, és tulajdonképpen végigkövetjük egy szellemnek az életét, hogyha lehet ezt így megfogalmazni. És tulajdonképpen ennek a mi főszereplőnknek is kell keressen ugyanúgy egy motivációt, vagy egy életértelmet, amit mi így hívunk, neki éppen halálértelemnek lehet. Létezés akár. Értelem. Vagy létezés, vagy nem létezés értelem. Jó, mindegy, okay. Ezt lehetne csűrni, csavarni, amit aztán miután ő ezt betölt, illetve teljesíti, utána megszűnik létezni, mint szellem, és talán mint ahogy az első filmemnek, úgy gondolom, hogy ennek is tökéletes a lezárása, annak ellenére, hogy rengeteg kritikát olvastam azzal kapcsolatban, hogy akkor most ez most akkor mi, meg hogy ez most nem volt jól lezárva, meg stb. De én személy szerint úgy gondolom, hogy ez egy befejezett történet. Én csak arra gondolni igazából, hogy hallom a címeket, és hallom a beszámolókat a filmekről, meg a véleményeket, hogy bakker, nem elég 10 év arra, hogy 10 év filmjét megnézem 10 év alatt. Tehát, hogy nem tudok bepótolni 10 évet 10 év alatt, ami lezárult konkrétan, mert nincs annyi idő megnézni minden filmet, amit meg kell nézni. Ezzel most azt akarod mondani, hogy nem láttad ezt a Igen. filmet. Igen. Köszönöm. Én sem láttam, bár nagyon érdekel, és előbb-utóbb meg fogom tekinteni. Azért azt elfelejtett mondani, hogy ki van a lepel alatt. Ki
kialakítja a lepel alatti figurát, és aztán tényleg ő van a lepel alatt, ezért érdekes, mert nem lett volna túl nagy szükség rá, hogy az adott színész bebújjon. Igen, igen, azt már az előbb jeleztem, hogy David Avery-nek hívják ezt a rendezőt, aki amúgy kanadai, ha jól tudom. 2017-es a film, és a két főszereplőt, Rooney már, őt már ugye említettem, és Casey Affleck játsza, aki amúgy, ahogy Bizsó mondja, igen, annak ellenére, hogy ugye bár rengeteg trükkös megoldással meg lehetett volna ezt oldani, ő bebújt a lepel alá, és több jelenetben is végig állta, illetve végig játszotta úgy a filmet. Amúgy ami tényleg, és én ezt rohadtul szerettem ebbe a filmbe, hogy annyira egyszerűen volt ez megoldva, ahogy az előbb mondtam, és annak ellenére, hogy mennyire egyszerű volt ez a megoldás ennek a szellemnek, annak ellenére, hogy két karika volt vágva a fejbe, annak ellenére érezted azt a szomorúságot az arcán, már ha lehet ilyet mondani, ami meghatározhat egy szellemet, vagy egy... Akkor inkább kérdeznék, hogyha, amit feltettem Bizsónak is kérdésként előtte, hogy téged mi motivált abban, hogy ezt a filmet beválogasd a három közé, amit te hoztál? Pont az a rész, amiről az előbb is beszéltem. Hogy akkor az a motivum akkor? Vagy az a rész? Igen. Hát... Az, hogy egy olyan élményt nyújtott az egyszerűségével, a nem túl magyarázásával, a képi világával, mert ezt is fontos kiemelni, hogy nem egy ilyen szélesvásznú mozifilmet kell elképzelni, hanem egy ilyen 4x3-as képernyőn játszódik, mert ugye az emberi szem az nem szélesvászonra van teremtve, hanem egyszerűen csak azt látod, azt a végül is valamilyen szinten kocka, vagy legalábbis négyszög alakú dolgokat, és igaz igazából azon vettem észre magam, én ezt a feleségemmel néztem végig, és ami még adott egy ilyen döntő lökést abban, hogy ezt a filmet ide válogattam a legjobb három közé, az volt, hogy volt egy bizonyos csúcspont a filmben, úgy a film felénél, vagy a felén túl egy picivel, amikor Orsi így nézett rám, én megbőgtem. Tehát egyszerűen annyira más síkon mozogtunk, és lehet, hogyha másnap nézzük meg, akkor pont fordítva történik, vagy mind a ketten sírunk, vagy pedig fordítva, vagy pedig egyikünk se. Csak egy olyan helyzetbe történt meg velem, ami élményt nyújtott, és ezért szeretem ezt a filmet. Amúgy szerintem nem egy óriási film, hanem egyszerűen élmény volt. Correct. Én erről csak jót hallottam erről a filmről. Lehet, hogy csak nekem a jó baráti társaságom, de mindenki szerette a környezetemben, úgyhogy én is alig várom, hogy megnézem. Én is csak annyit tudok mondani egyébként, hogy nagyon szeretném megnézni, nem láttam, de nagyon érdekel. Nagyon kíváncsi leszek majd a véleményetekre. Megtisztel. Egyébként Casey Affleck majdnem felkerült a listámra egy másik filmmel, a Manchester by the Sea-vel, ami szintén nem gondolom azt, hogy az elmúlt évek egyik legjobb filmje. Viszont mindenképpen az elmúlt évek egyik olyan filmje, ami nem engedett el azóta sem, és ebben nem kis szerepe volt a Casey Affleck alakításának, mert nem gondolom, hogy nélküle olyan lett volna az a film, amilyen volt, és hogy a Csodában hívják a női főszereplőt, Michelle Williams, aki Oscar-díjat is kapott azért a mellékszerepért, és igazából Michelle Williamsnek, na mindegy, ez most már tényleg csak zárójel, egyetlen igazán megrázó jelenete van a filmben, de az tényleg egy olyan jelenet, amiért Oscar-t kell adni, mellékszereplő Oscar-t kell adni. Na, ennyi, hát többet nem tudok mondani, nem láttam a filmet. Ez a Rádió Ér értágító című podcastje.